Halásztelek a térség legfiatalabb települése, egyben legfiatalabb városa is. A történelme azonban tartogat érdekességeket. Hermina Major volt, Hermina telep lett, Tökölhöz tartozott, majd szép lassan kialakult a ma már önállóként ismert Halásztelek. A település egyedülálló római katolikus templommal rendelkezik, de a református templom is tartogat érdekességeket. Az oktatása is színes, és a kastélya története is egészen kacifántos. Ezekbe enged betekintést Mlecsenkov László családfa kutató, aki mélyreásta magát Halásztelek történelmében is. Mivel is kezdhetnénk mással a halásztelki körsétánkat, mint a halásztelki kastéllyal, Mlecsenkov Lászlóval, a helyi történésszel, családfa kutatóval. Szép ez az épület, mi volt korábban, mert kalandos az életútja. Halásztelek épített örökségének a legjelentősebb eleme a Malonyai kastélyként ismert műemlékjellegű épület. 1892-1893 körül épült neoklasszicista, eklektikus épületként tartják számon. Az építető nem is a Malonyai család volt, hanem a Varman család. Ugye Varman Mór volt az ország leggazdagabb mágnása, tulajdonképpen Lipótváros országgyűlési képviselője. Ernő, az idősebbik fia, vásárolta meg ezt a területet, ami ugye Hermina Majornak lett a centruma, a központja, és ő kezdte el építeni ezt az épületet. Pollák Manó volt az építész, aki tervezte, amit sikerült kutatásaim során föltárni. A Rohány Villa, ami Hermina mező úton fekszik, ahol Tisza Istvánt is meggyilkolták, az is az ő nevéhez fűződik. Ez a Varman Ernő próbált itt egy holland típusú mintagazdaságot létrehozni, ennek központjaként építette meg tehát a kastélyt, illetve egy U alakú melléképületet, amely sajnos az 1944-es bombázások alkalmával találatot kapott, és az összekötő épület megsemmisült, így két melléképület található még egyébként ebben a rendkívül impozáns és nagyon szép pihenésre és alkalmat adó parkban. Ebben most különböző egyesületek működnek. Ugye maga a kastély jelenleg a polgármesteri hivatalnak nyújt otthont, azonban ugye ennek a kastélynak rendkívül hányattatott és nagyon hosszadalmas és hát sok fordulatban gazdag története van. Jelenleg valóban szép a halásztelki Malonyai kastély, de nem volt ez mindig így. Egészen hányatott sorsa volt a 20. század második felében. Második világháború után államosításra került, majd a Duna MGTS alakította ki itt irodáit, illetve munkásszálló is működött benne, azon kívül gabonaraktárként is funkcionált, sőt, itt kialakítottak egy még garást is tapincében. Maga az építészeti megoldás tekintve is hát rendkívül drasztikus átalakításon került sor az épület, ugye itt egy födémet illesztettek be, nem túl finom megoldással. Az épületben nagyon nagy belmagassága volt, és hogy minél praktikusabban tudják kihasználni, ez egyébként most is megmaradt. A felújítás az 2006-ban történt meg, nem közpénzből, hanem külföldi magántőke bevonásával. Adolf Fölgebauer úr, akinek külföldön, tehát Olaszországban, illetve Ausztriában is több hasonló befektetése volt, ő vásárolta meg, 2 milliárd forint körüli investícióval sikerült tényleg ragyogó minőségben és különbében is nagyon szépen sikerült rekonstrukció keretein belül felújítani. Ezt követően itt irodák lettek kialakítva, rendezvényhelyszínként szolgált, azonban ez az úriember megszabadulni igyekezett ettől az épülettől, ezért határozott úgy az önkormányzat az ő felajánlása alapján, hogy 2017-ben megvásárolja, és hát ezt követően költözött be az önkormányzat. Annyit még feltétlen megemlítenék, hogy borzasztó állapotban volt az épület, beszakadt a teteje, ugye ez a rendszerváltás követő években pusztulásától lehetett tartani, és igen közel állt ahhoz, hogy lerombolják, beszántsák, beincsék sóval a területet, és itt egy lakópark létesüljön. Kálóczi Béla vezetésével létesült egy Malonyai Asztaltársaság, egy civil szerveződés, és ők voltak azok, akik találtak befektetőt. Megemlíteném még Stofán Antal nevét, 16 évig volt a rendszerváltást követően Halásztelek polgármestere, neki köszönhető az, hogy az utolsó tanácselnök előtt a 0 forintért eladott épület a legfelsőbb bíróságon sikerült visszaperelni, 0 forintért adták el, ami ugye a magyar jogrendben nem lehetséges. Ha csak 1 forintot írtak volna bevételárként, már nem lehetett volna visszaperelni az épületet. Nagyon jó dolog, hogy ismét köztulajdonban, halásztelki tulajdonban van az épület. Nagyon szép, gyönyörű állapotban, mindenkinek ajánlom, hogy tekintse meg, akár halásztelki, akár nem. Környéken sem látható sok hasonló épület. Ugye itt halásztelken nem csak ez az egyetlen egy kúria volt látható, a
Vasai kúria, amely Hold utcában található, és most a református paplak létezik benne, az maradt még meg egyedül. A Malonyai család épített még egy dunaparti kúriát is, az azonban ugye megsemmisült a II. Világháborút követően. Közben induljunk el, mi most itt a kastélyból kifele lépdelve azonnal belépünk egy olyan területre, amit a régi halásztelkiek nagy része nem szeret, ez a lakótelep. Ez egy panelépítésű lakótelep, nagyjából 2-3 ütemben épültek itt a 70-es, 80-as években. Presztízs beruházás is volt a korabeli tanács részéről. Szinte Magyarország minden vidékéről ide költöző, a környező gyárakban munkát vállaló emberek otthonra lehessenek. Valóban azért itt jó néhány olyan panelház látható, amelyre ráférne egy alapos és jelentős renoválás. Ugye ezek az épületek magántulajdonban vannak, tehát igazából az itt élőknek kellene összefogni talán ahhoz, hogy ismét elfogadható külalakban legyenek láthatók. Két dolgot ne felejtsünk el így a kastélykertből elsétálva, hogy itt régen még focipálya is volt. Hogyne. Ugye a focipálya több alkalommal is költözött. Most érünk ide az egykori ABC-hez, a bolthoz. 80-as évekig itt lehetett bevásárolni, csupán a pékséget leszámítva. És valóban itt volt a focipálya. Az én édesapám, mint a helyi csapat oszlopos tagja, ugye a körzeti meghízott elnézést, bázisául szolgáló épület helyén volt egy tűzoltólaktanya. Ebben a tűzoltólaktanyában öltöztek át, és a télvíz idején is innen batyogtak át focipályához. Ideértünk a református templomhoz Mlecsenkov Lászlóval, helytörténésszel, családfa kutatóval. Itt ez volt régen Halásztelken a bolt. Hallják a hallgatók is, hogy viszonylag forgalmas út mellett vagyunk, ez a Kisgyár utca. Régen ez volt az út, igen, ami a településen, igen, belül volt. Igen, hát ugye a Gyár utcaként nevezték, később kapta meg a Kisgyár nevet. Érdemes talán néhány szót említeni arról az épületről, amiről ez az utca nevét kapta. A Weiss-Manfried művek háborús üzemként tartották nyilván a nyugati hatalmak is, ezért termelésének egy részét kénytelen volt kitelepíteni Cseperről. Ekkor épült meg az a gyár, amely ma autóipari alkatrészeket. Korbuj család egyik tagja, egy neves mérnök dinasztia is volt, az ő egyik tagjuk volt a vezetője ennek a gyárnak, és erről kapta a nevét ez az utca. Ez volt a gerince a korabeli halászteleknek, a túlsó telep a Katona József utca és az Ady Endre utca, ezt a területet hívták túlsó telepnek. Nagyjából a Kisgyár utca és ezen utcák között igazából lakott terület nem volt. A Kisgyár utcától pedig ugye Tököl felé található párhuzamos utcák egészen a Diófasor utcáig Halásztelek legrégebb utcáinak nevezhetők. Itt állunk közben a református templom mellett, amire a régi halásztelkiek azt mondják kapásból, hogy ez egy új templom, ez a legújabb templom, igen, ami itt van, de ez talán így ebben a falban nem teljesen igaz. 1995-ben Nagy Béla tervei alapján építették meg a templomot. Ő volt az, aki a Tököl, illetve a Szigetszentmiklósi új református templomokat is tervezte. Érdekesség megemlíteni, hogy az építőanyagú szolgáló téglákhoz úgy jutottak hozzá, hogy a korábbi szovjet laktanya lakótelepén bontottak le épületeket, és ennek a tégláiból épült fel a templom. Tehát ez úgy gondolom, hogy ennek némi szimbolikája is van. Ez egy szovjet alapanyagból készült. Igen. Templom. Igen, igen, tehát végre méltó funkcióhoz jutottak ezek a téglák, azt mondhatom. Igazi közösségi összefogásként épült, nagyon sok társadalmi munkával és önkéntes hozzájárulással. Ekkor egy tényleg példaértékű felekezetközi együttműködés keretein belül, ugyanis a Betlen Gábor lánykori nevén Ságvár Endre utcában volt található korábban a református imaház. Ezt egy ingatlan csere keretein belül cserélték el, és jutott ahhoz az épülethez a görög katolikus gyülekezet, Brodán Gábor esperes vezetésével, aki már 30 éve működik Halásztelken, és ugye akkor épült meg ott a görög katolikus templom, akkor jutottak először önálló, méltó otthonhoz. Annyit még a református templomról, hogy azon a területen volt tulajdonképpen a Füzeséri családnak a uradalmi központja. Azon a helyen, ahol épült, ott volt egy ilyen cséplő ház, és aztán ugye azt is el kellett bontani, és aztán annak a helyre tudott megépülni a templom. Melléképületei, amely a templom udvarában található melléképület szintén ilyen 30-as, 40-es években épületett föl. Az a környék volt tulajdonképpen ugye Hermina majornak, később aztán Hermina telepnek az egyik központja, a korábbi polgármesteri hivatal, a Márai Sándor közművelődési intézmény és a posta, ezek tekinthetők ugye a legrégebbi épületeknek. A Halásztelekről 1950-től beszélhetünk, előtte Tököl községnek volt külterülete, csak úgy, mint Szigethalom.
Hát ugye ide az ország minden szegletéből érkeztek, én áttekintettem a polgári anyakönyveket, és tényleg mindenhonnan, a Trianonnak most van a 100. évfordulója. Ennek hatása is érzékelhetőek itt, hiszen az 1920-as évek elején Erdélyből is igen sokan telepedtek ide. Zömmel nem a legtehetősebb, leggazdagabb emberek vásároltak itt telket, építették ki otthonaikat saját erőből. Ugye több gyár nem csak a 1945 utáni szocialista időkben, hanem már korábban is több száz főt vagy több ezer főt foglalkoztató üzem adott itt munkát. Egyrészt a Dunai repülőgépgyár, amely szintén Weiss-Manfred érdekeltség volt, és Korbuj testvérek vezették. Aztán ugye beszélhetünk a Weiss-Manfred művekről Csepelen. Nagyon sokan a mezőgazdaságban tevékenykedtek itt helyben, bolgárkertészek is, és hát ez egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy önálló életet kezdjenek, ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy nagyon viszontagságos sorsuk volt, kezdetben sem iskolával, sem saját orvossal, sem saját hivatallal nem rendelkezett, az a település ekkor már itt több ezeren éltek, tehát igazából a 20-as évek közepétől kezdtek el kiépülni a helyi intézmények, akkor már nem igazán kellett állandóan tökőre menni. Halásztereknek, illetve az egykörű Hermina telepnek buszos összeköttetése Csepellel 1930-ban kezdődött el, még csak ugye 3 óránként járt a busz. Az itt élők még azt a jegyárat sem engedhették meg maguknak, ezért többnyire gyalog vagy kerékpárra közelítették meg a fővárost. Tovább sétáltunk közben Mlecsenkov Lászlóval, családfa kutatóval, halásztelek történetének egyik tudorával, és elérkeztünk egy olyan helyre, ahol nagyon-nagyon sok minden van. Egyrészt ugye, hogyha innen a Kisgyár utcáról az ember jobbra néz, akkor látja a gyárat, amiről már beszélgettünk. Szembe velünk van egy bolgárkerék, amiről majd mindjárt szó esik. Igen. De először is beszéljünk arról, ami országos különlegesség is. Római katolikus templomról ritkán mondjuk azt, hogy félgömb alakú, sétáljunk közbe odafelé. Jó. De halásztelken Csete György által tervezett félgömb alakú római katolikus templom. Van. Valóban így van, ez a templom 1986-ban került felszentelésre, Árpádházi Szent Erzsébet nevét viseli. Egészen eddig hát ugye eléggé viszontagságos körülmények között tartották a miséket. Az ezt megelőzői misehelyszín a mai szolgáltatóház területén a II. Rákóczi Ferenc út mentén a régi Bátki vendéglőben egy kocsmában alakították ki. 1971-ben helyezték ide Szentverfi Ferenc, máig sokak által szeretett plébánusunkat, aki 20 évig volt a lelkipásztora halászteleknek, az egyetlen lelkipásztora, mert hogy akkor még saját református görögkatolikus lelkésze parokusa nem volt a településnek. Ő kezdeményezésére, az ő munkásság alapján került építésre ez a templom. Nem könnyebbítették meg a helyzetét, gördítettek számos akadályt az ő igyekezete elé. Az államegyházügyi hivatal áldásos tevékenységéről ugye sokat lehetne beszélni. Aztán, amikor egyszer kijelentették, hogy csak akkor adnak engedélyt a templom építésére, hogyha a korábbi életveszélyesnek bizonyul, akkor értett a szóból, hogy hazajött Budapestről, az aláducolt templom tetőszerkezetéből néhány ágykapcsot kiszedett, ezáltal a fala életveszélyessé vált, és kénytelenek voltak kiadni az engedélyt. A svájci székhelyű, a Kelet-Európa Egyházakat megsegítő alapítvány támogatásával, $20,000 támogatásával kezdődött meg a templom építése 1976-ban. Ez az organikus építészetnek az egyik legjelentősebb csepel-szigeti emléke. És egy dolgot én még így olvastam, ugye az volt a feltétel, hogy nem épülhet nagyobb így templom, van, mint a régi. Így van. Tehát egy 300 négyzetméteres alapterület volt a templom a korábbi, és az volt a feltétel, hogy nem lehet nagyobb alapterületű. Na most így kellett megoldani a hittantermet, és így kellett megoldani a plébániát. És erre volt egy nagyszerű innovatív megoldás a Csete Györgynek. Egymás alatt lévő szinteken épültek meg ezek a funkciók. Legfelül egy félgömb alakú részben található ugye maga a szentély. Ez egyébként azon túl, hogy a jurtára is emlékeztet, a Szent Korona, mint ihletadó forrás is itt megemlíthető. Alatt a földszinten helyezik el a plébánia, és legalul pedig a kiszolgáló helyiségek, illetve a hittanterem. És hát ugye a másik, amit meg kell említeni, hogy maga a telek sem lehetett nagyobb, mint az előző. Az első plébános ugye 1953-ban alapították az egyházközséget, Csíkos Ferenc vásárolt még hozzá 300 négyzőgöt, és így lehetett 600 négyzőgöl ez a telek. Bolgárkertészektől vásárolták meg a telket egyébként. Ha már a bolgárkertészek szóba kerültek, akkor itt van előttünk a bolgárkerék. Kusev Nikola is a halászteki bolgár kisebbségi önkormányzat kezdeményezése alapján épült meg ez a bolgárkerék. Halásztelken már a 20. század elején mintegy 20 bolgárkertész család élt.
Az én nagyapám Mecsenkov Georgiev Trifon és többek között közülük került ki, Őthordon gazdálkodott. 1927-ben 20 éves korában hagyta ott Polikraistét. Ez Veliko Tarnovo, az egykori polgárfejedelmi Koronázóváros mellett található település. A halászteki polgároknak a döntő többsége erről a településről származik, illetve a környékéről, tehát a Jantra és a Roszica folyók által határolt területről. Tehát egy újdonságnak számító, intenzív öntözésen alapuló termelési módot honosítottak ők meg, soha nem látott mennyiségben és minőségben szállítottak a budapesti piacokra zöldséget. Két dolgot figyeltek mindig a letelésnél, hogy legyen gyárkémény, illetve folyóvíz. A gyárkéményen felvővő piac miatt volt szükséges, hát hogy az ott dolgozó munkások felvásárolják a terményeiket, a folyóvíz pedig az intenzív öntözéshez volt szükséges. Például a Haller téren volt egy nagyon jelentős piac, oda szállították a terményeiket. Igazából ennek a tevékenységnek azért az 1950-es évek végén a TSS-ítés egy nagy akadályt jelentett, azonban amint ugye ellehetetlenítették az ő munkájukat nagy részt, hát rá kell döbbenniük, hogy halásztelek és hogy a Budapest zöldség ellátás ezt megsilli, és ezek után újra engedték őket dolgozni. Ugye a halásztelken, mint mondtam, 15-20 bolgárkertészet működött, ma 3-4-ről tudok. Kihalófélben van ez a mester. Ugye sokan talán, akik újonnan költöztek ide, nem igen tudják, hogy miért van cirill betűvel kiírva település neve, hát ezért. A rendszerváltás után volt ebből némi félreértés, mert hogy néhányan azt gondolták, hogy az orosz, illetve szovjet megszállók véget van ez így kiírva, és eltávolították vandál módon ezt a táblát, utána ezt pótolták, és azóta is így marad. Remélem, hogy ez sokáig fogja meghirdetni a bolgár ősöknek az érdemeit halásztelek fejlődésében. Halásztelki sétánk során voltunk már a kastélynál, voltunk már a lakótelepen, láttuk már a boltot, voltunk a templom előtt, és most elértünk ahhoz, ami korábban az iskola volt, ugye most úgy hívják, hogy Hunyadi Mátyás általános iskola és gimnázium, de hát korábban ugye ez AMK volt, általános művelési központ. Mit kell tudni a halászteki oktatás alakulásáról? És közben egyébként, ha tovább sétálunk, akkor a régi óvoda épületéhez érünk el, az Óvoda utcában. Igen, ez mindkettőnk gyermekkorának jelentős helyszínei, ugye mi évfolyamtársak voltunk az általános iskolában, és itt akkor még az általános művelési központ általános iskolájának nevezték. Az első iskola nem itt volt, hanem az Iskola utcában, ami most óvoda, és aztán hogy ugye egyre növekedett a népesség, drasztikus mértékben kénytelenek voltak bővíteni ezt a szolgáltatást, és így kezdett el itt épülni az egykori barackosnak nevezett területen. Az általános iskola ugye az azért volt barackos, mert a Malonyai család itt ilyen gyümölcsfákat telepített. Ez az iskola folyamatosan bővült ugye 70-es, 80-as években, 3 épületből áll jelenleg. A legújabb szárnya az a Erkel Ferenc utcában épült, az egykori úttörőház helyén, többek között. Azonban a település további dinamikus növekedése szükségesítette az újabb bővítést, illetve hogy két általános iskola is található városunkban. Igen, ne feledkezzünk el a Bocska István református oktatási központról, ami nem volt mindig református oktatási központ, hanem kertészeti szakiskola volt. Igen, ezt ugye Kapa néven illették a helybéliek. A színvonala nem volt mindig ennek megfelelően az egekben, de hát ugye emlékezetes, itt lengyel diákokat is fogadtak éveken keresztül. Így van, 20 éve volt az idei évben, hogy megalakult a Bocska István Református Oktatási Központ, amely fokozatosan bővült, immáron az óvodától a középiskoláig foglalja magában ugye ezt a teljes struktúrát. Már az a helyzet, hogy 3 osztály van egy évfolyamban a Hunyadi Mátyás iskolában, és immár felmenő rendszerben a Bocskaiban is, tehát jelenleg azt lehet mondani, hogy 6 osztály van egy évfolyamban halásztelken általános iskola, és még ez sem elegendő. Még most is zajlik a nagy arányú beköltözés a fővárosból, illetve vidékről, ami azért már igencsak súrolja, illetve túllépi a település jelenlegi ellátórendszereinek a kapacitását. Mennyi laknak most halásztelken? Hát ez 11 ezer fő fölött van már, rendszerváltáskor ez 7 ezer volt. Ugye az agglomerációs jelenségről beszélünk, az 1990-es évek elején, közepén már megindult egy erőteljes kitelepítési hullám, ez ugye nem csitult később sem. Napjainkban már szerintem oda jutott a település, hogy ki lehetne tenni a megtelt táblát. Sétánk során lassan elérkezünk a Szent László parkhoz, Szent László térhez, ahol ugye van egy Szent László szobor. Ez egy egészen új dolog azért. 20-as évek közepén kezdett el kialakulni
ugye az akkori parcellázások során a település maga nagyon fiatal, nagyközségről, illetve városról későbbiekben beszélhetünk, ezért a hagyományokat meg kellett teremteni. A képviselőtestület úgy határozott, hogy Szent László köré építi föl, ugye ezért is vatták, illetve szentelték föl itt a Szent László szobrot, amely ennek már vagy a harmadik változat kalandos megrázkodtatásod esett túl maga. Szóval. Többször ellopták. Többször ellopták, így van, megrongálták, de aztán ugye most a győri Szent László herma alapján van megmintázva, és ez alapján lett a görög katolikus templom is Szent Lászlónak szentelve, és ezért is látható Szent László halásztere címerében. Szent László téren található a Márai Sándor Művődési Központ. Ez régen mozi volt. Igen, a Petőfi mozi, mint mondta, megboldogult legénykorunkban, illetve gyermekkorunkban itt számos film élménynek lehettünk a résztvevői. Némely filmvetítés nem egyszer technikai okokból megszakadt, de ez akkor nem keltett különösebb felháborodást. Itt azért tényleg az egyik első település magban járhatunk, ugye itt említett kulturális intézmény mellett látható a korábbi polgármesteri hivatal, amely hát most ugye a óvoda szükségleteit elégíti ki, csoportszobák lettek benne kialakítva, illetve ugye a posta épületével is határos a Márai Kulturális Intézmény, illetve Művelődési Ház, ahol ugye a temesfői család élt korábban, ők szintén rokonok voltak. A temesfői, füzesfői, malonyai családok, ők mind a felvidékről a trianoni rendelkezéseket a békadiktátum okán elmenekült családokról beszélünk, akik itt találtak második otthonra, vagy újabb otthonra húzamosabb ideig, és itt építették ki ezeket az épületeket, amely később más funkciót is elláttak. Egyébként ez a kulturális intézmény, művelődési ház, ez második világháború után épült így ki, társadalmi munkában. Halászek dinamikusan fejlődő település. Most ugye azt mondtuk, hogy itt állunk a városközpontban. De ugye az önkormányzat már odébb ment, kialakulhat egy új városközpont? Hát erről több elképzelés is látott napvilágot. Ugye azt is megpendítették, hogy maga a kastély nagyon jó, hogy önkormányzati tulajdonba került, köztulajdonba, azonban mérsékelten alkalmas polgármesteri hivatalnak, mivel teljes mértékben nem lehetséges az akadálymentesítése. Ezért gondolkodnak azon, hogy bérbeadják az épületet is máshol keresnek polgármesteri hivatalnak alkalmas épület után, ez valóban egy jogos igény. Hol lesz a valós városközpont, ezt egyelőre nem tudni, képlékeny az egész, tehát ugye egyrészt nagyon sok kulcsfontosságú intézmény található a Szent László tér körül, ugyanakkor a polgármesteri hivatal már nincs itt, de a jelenlegi polgármesteri hivatal körül azért még nem alakult ki egy olyan város maga, ami alapján azt mondhatnák, hogy az egy újabb városközpont lenne.